Szombattól Györfi Lajos magyar örökségdíjas karcagi születésű, Püspökladányban élő szobrászművész személyében új nagykun kapitánya van a nagykun településeknek. A beiktatási ceremónián a kun mi atyánkot Fürjesné Barta Ágnes mondta el. Kun mi atyánk, bizim atamis kimszínkökte, szent lészen szeni ladin, düsszün szenén künglünk. Necsik kim zserde a lájkökte, bizim ekmei mizni berbizge büdbütünkünde. Ilt bizim minimizni, necsik kim bizde iermiz, bizge ötrükelgenge. Ilt me bizi olcsamanga, kutkár bizi olcsamannan, szent bárszínbu kücsli, bucsin égi tengri. Amen. Majd Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke szólt a megjelent Jász Kiskun és nagykun kapitányokhoz is a vendégekhez. A legújabb kori nagykun kapitány választás a kun őseink által lefektetett hagyományok tiszteletéül 2000 évi felelvenítése óta az enapi megválasztott kun kapitányok sorában egytől egyig kiváló jellemű, nagy tiszteletnek örvendő, közösségformáló emberek szerepelnek. A kunkapitányi rang rendkívüli megtiszteltetéssel jár. Eredete királyi hadviselésben és az ítélkezésben, a bíráskodásban a kunok által betöltött szervezeti tagozódásra utal, mely egyben a közigazgatásunk egykori szervezeti egységeit is magában hordozta. Ezt a címet sohasem lehetett csak úgy megkapni. Ezt a megtiszteltetést korszaktól függetlenül mindig is ki kellett érdemelni. A nagykun kapitánynak, mint egykor, úgy ma is rendelkeznie kell a tisztség betöltéséhez elengedhetetlen nagykun őseink által szolgáltatott erényekkel, küzdő szellemmel, emberséges jellemmel, valamint bölcsességgel és egész életútjával ki kell, hogy érdemelje szűkebb hazája a nagykunság lakóinak és vezetőinek elismerését. A kun kapitányok, a kun törzsek, nemzetségek, majd a kun szállások vezető tagjai, nemzetségfők, nemzetségi kapitányok és szálláskapitányok leszármazottjai voltak, kiknek sorai közé emelkedtek a keresztény hitre áttért földbirtokos kunok, és akiknek földjét itt, ahol állunk, egykor kolbászszéknek is hívták, és melynek lakói századokon át élvezték a közösen kivívott kollektív nemesség rangjával járó előjogokat. Az Árpád-kori királyaink még viselték a kunország királyai címet is, ám idővel a kunok főbírája, a nádor vette át a kunok ügyeinek intézését egészen a 19. század végéig, amikor a közigazgatás átszervezésével a hármas kerület beolvadt a környező megyékbe, és megalakult Jász-Nagykun Szolnok, valamint Bács-Kiskun megye. Jász-Kun identitásunk hagyományaink megérésében ölt testet, és kapitányaink megválasztásával ismerjük el az ő személyes példamutatásuk iránti megbecsülésünket, tiszteletünket, regnáló és emeritus jászkapitányaink és nagykun kapitányaink, valamint feleségeik állandó meghívottjai megyei rendezvényeinknek. Teljes szívemből gratulálok, és kívánom, hogy a ma beiktatásra kerülő Györfi Lajos szobrászművész barátunk életútját is továbbra is övezzék az eddigihez hasonló fényes sikerek, és övezze őt és családját a közösségért, a nagykunságért és egész szeretett magyar nemzetünkért végzett áldozatos munkája során. Szép ünnepet kívánok minden kedves megjelentnek! Szabad jászok, kiskunok és mi nagykunok, tisztelt főkapitány úr, kapitány ura, kedves kapitányné asszonyok, kedves egyházi és világi előjárók, kedves szabad jászok és kunok, kezdte beszédét F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő. Egy hatalmas fa, ha nem mélyre nyúlnak a gyökerei, ingadozó a legkisebb szél is kidönti. De nekünk, kunoknak, nagy kunoknak mélyre nyúlnak a gyökereink. Évszázadok, talán évezredek mélységébe. Ezek a gyökerek a közép-ázsiai pusztákig nyúlnak vissza. És az a nép, amelynek ilyen gyökerei vannak, semmilyen szél, semmilyen vihar nem rengetheti meg. És erősek vagyunk,
hiszen bár a gyökereink mélyre nyúlnak, máshol erednek, de lombunk a jászokkal összeér. Már talán távolról ide tévedő idegen a lombja alapján nem tudja megítélni, hogy jász-e vagy kun. De mi tudjuk. Tudjuk azt, hogy ki az, aki erről a földről származik. Ki az, akinek itt erednek a gyökerei. Ki az, aki ismeri gondolatainkat, ismeri ételeinket, szokásainkat, pillantásunkat, amiben benne van öröm, benne van harag. Ismeri hallgatásunkat is, amivel mi nagykunok sokkal többet el tudunk mondani, mint néhányan száz szóval. Pillantásunkat, kézmozdulatunkat. Ismerjük egymást, hiszen tudjuk, honnan jöttünk, és tudjuk, hova tartunk. Nekünk, kunoknak, nagykunoknak, kiskunoknak és jászoknak évszázadokon keresztül előjáróink voltak. Előjáróink voltak a kapitányok, akinek rang, hatalom, döntési helyzet volt a kezükben. De most is a kapitányok előjáróink. A kapitányokat megilleti az a tisztelet, az a tisztesség, hogy kapitány uramnak, vagy főkapitány uramnak szólítsuk őket. Mert nincs olyan, hogy újkori, legújabbkori jász vagy kunkapitány. Kunkapitány van. Főkapitány van, és azok a kapitányok, akik birtokolják ezt a tisztséget, akik előjáróink, akik előttünk járnak hagyományban, életvitelben, tisztességben, ők ugyanolyan kapitányok, mint amelyek 100 vagy akár 200 esztendővel ezelőtt előttünk jártak. Én kívánom azt, hogy a magyaroknak az az ága, amelyet kunoknak vagy jászoknak hívunk, további vigyék ezeket a nemes hagyományokat. Hiszen olyan, hogy valaki csak ember, olyan nincs. Az ember lehet magyar, lehet jó ember, lehet rossz ember, lehet katolikus, lehet református. És olyan is, hogy csak magyar, olyan sincs. Mert magyar van jász, van kun, és van mindenféle más. Én kívánom azt, hogy legyünk büszkénk hagyományainkra, legyünk büszkék gyökereinkre, mert ezek a hagyományok minket értékesebbé, nemesebbé tesznek. De ezek a hagyományok nehéz terhek, hiszen évszázadok kapitányainak, évszázadok parasztembereinek, vitézeinek, kuszárainknak, azaz őseinknek mind meg kell felelni. Nehéz ez a teher, nehéz ez a kereszt, de közösen kell viselni. Én kívánom azt, hogy leendő nagykunkapitányunk, akit ismerek hosszú évek óta, és tudom, hogy előttünk fog járni, példát fog mutatni, és nem azt fogja mondani, hogy előre, hanem azt, hogy utánam. Én kívánok munkájához jó egészséget, sok sikert, és kívánom azt, hogy ezt a közösséget, a mi közösségünket továbbra is virágoztassa fel, és Isten áldja a jászokat, kiskunokat, és Isten áldjon bennünket, nagykunokat. A nagykunkapitányok történelmi szerepét Nagy Istvánné, a Bodlászló Művelődési Ház vezetője ismertette. A nagykunság az egykori Jászkun kerület hazánk történelmében különleges színfoltot képviselt, amire ma is büszkék lehetünk. Kialakulásában, etnikai összetételében sajátos vonások jellemzik az egykori Jászkun kerület belső életét.
irányítása eltért az általános magyar közigazgatástól. A helyi jogkörű, autonóm önkormányzat és igazgatás elkülönült a központi államhatalomtól és annak politikai egységeitől, a vármegyéktől. A Jászkun kerület oly módon illeszkedett az államba, hogy helyi szabadságjogait hangsúlyozva önkormányzatában a kerület létezéséig megőrizte az autonómia legfőbb vonásait. A Jászkun önkormányzat gyökerei a középkorig nyúlnak vissza. Az etnikumában, életmódjában és kultúrájában különböző két népcsoport, a kunok és a jászok a 13. században érkeztek Magyarországra. Sorsuk a történelem során összefonódott. A kunok letelepítését IV. Béla király engedélyezte 1239-ben, majd a tatárjárás után 1246-ban. A befogadott és befogadó nép együtt alakította az ország történelmét. Sorsuk végérvényesen összefonódott, a kunokkal olyan jelentős haderő volt a király oldalán, amely mindig döntő erőt képviselt, amikor a hazasorsát kellett elrendezni. A büszke, öntudatos nép úgy integrálódott a magyar társadalomba, hogy elsősorban az autonómia révén megőrizte kultúrájának jelentős részét, de különösképp történeti tudatát, ami a különböző korokban ugyan más-más tartalmat és formát öltött, de a kun tudat, mint a magyar történeti tudat, egy különös színezete mindig megmaradt. Autonómia és öntudat. Az etnikus tudat, majd a redemptus tudat összetartozó fogalmak. A Jászkun autonómia két szinten valósult meg. Egyik a helyi, önkormányzati szint, a másik a kerületi szint. A hatáskörök egymásra épülő rendszere volt, amelyben a választójog csak a redemptusokat illette meg. Az a különleges a Jászkun autonómiában, hogy egységben volt a függetlenség és a helyi szabály. A kunkapitányok a helyi autonómia letéteményesei voltak. Helyi statútumokkal szabályozták az életet. Ügyeltek a rendre, a hagyományra, miközben országos dolgokban is eljártak. A vitás ügyeket helyben intézték, a főkapitánynak pallos joga volt, az ítéleteket ott hajtották végre, ahol a bűnt elkövették. 1876-ban ugyan megszűnt a Jászkun kerület, de tovább éltek a jogszokások. Kisújszállás volt az a város, amely 2000-ben újjáélesztette a kunkapitány választás szép hagyományát. Ezzel régi, új jelképet állított a kunok maradékai elé. De a mi világunkban vajon mit jelképezhet a kunkapitány? A tartást, az erőt, a mércét és a mértéket. Ja, és a fedhetetlenséget. Ezekre az erényekre ma különösen nagy szükség van. Először a leköszönő Nagy András, kunhegyes nagy kunkapitánya számolt be az elmúlt 3 évben végzett kapitányi munkájáról, majd Molnár János polgármester ismertette a Beregfürdőkösség önkormányzatának határozatát, amelyben döntöttek arról, hogy a település képviseletében Györfi Lajos lássa el ezt a megbízást, akinek életútját Csikos Sándor Beregfürdő emirátus nagy kunkapitánya ismertette. Az Esküd Kece István, a Nagykun Hagyományőrző Társulás elnöke, Kisújszállás polgármester előtt tette le az új kapitány, majd átvette meg bízó levelét. Én, Györfi Lajos, akit Isten kegyelméből a mai napon, a Nagykunok kapitányának választottak, fogadom, hogy tisztségemet mindenkor becsülettel ellátom, és magamat a kun nép hűszolgálatába állítom. Soha semmi módon a kunok becsületén szégyenfoltot nem ejtek. Minden cselekedetemmel, méltó leszek kun őseim emlékéhez. Isten engem úgy segélyen.
A kapitány medált Györfi Sándor Kossuth díjas szobrász Jászkun főkapitány adta át, a szabját Nagy András emeritus nagykunkapitány, a nyakba valót Varga Ferenc kiskunkapitány, a kulacsot pedig Nemes József regnáló jász kapitány, majd Györfi Lajos szólt a jelenlévőkhöz. Az én életem olyan, mint a mesébe. A karcagi Csikós fia, fiatal korába elindul szerencsét próbálni, és élete derekán meg is találja önmagát. Ekkor történt 2001-ben, hogy Körmendi Lajos költő és dr. Hajdú Lajos polgármester úr hazahívott Beregfürdőbe. Ma már ők a két jó barát itt nyugszanak a beregfürdői temetőbe. Itt élik tovább az örökké valóságot, és figyelik az utódok szellemét. Isten nyugasztalja jóságos lelküket. Most, 2021-ben, Molnár János polgármester úr és Beregfürdő képviselőtestülete úgy döntött, hogy a nagykunság nevében nekem szavaz bizalmat. Mint nagykun kapitány esküvőhöz híven ígérem, hogy apám, kun-magyar őseim szellemét, kultúráját, hagyományát alázattal megőrzöm, gyarapítom, továbbadom azt a tudást az utódoknak, és segítem őket, és minden jászkun magyar testvéremet. Isten engem úgy segéljen. Kumanning kutu atinda. At ölse bír kusz ucsadu. A kun lelke a lovában van. Ha a ló meghal, egy madár elrepül. Így vigyázunk egymásra, és fogjunk össze, hogy ne fogyatkozzunk. Nagy András Györfi Sándor 70. születésnapja alkalmából a kapitányok tanácsa személyes ajándékát adta át. Az új nagykunkapitányt nagy tiszteletű dr. Csoma Judit református lelkész áldotta meg, majd Györfi Lajos és kísérete hintóval körbement Beregfürdőben és bemutatkozott a lakosoknak.